Két éve újították fel az Eszterlánc északi óvoda TAS utcai intézményét. Ezzel együtt 8 óvoda és egy bölcsőde energetikai korszerűsítése fejeződött be a közelmúltban, csak nem 1 milliárd forintból. Ezek a fejlesztések is hozzájárultak ahhoz, hogy takarékosan tudják fűteni az intézményeket, amellyel egyrészt spórol a fenntartó önkormányzat, másrészt védi a környezetét is, mondta a távfőnapon Jászai Menyhért alpolgármester. Az, hogy olyan beruházási programokat indítunk, olyan energiahatékonysági programokat indítunk, immár 10 éve végezzük ezt a missziót, hogy az intézmények, az épületek energiafelhasználása csökkenjen. Ezáltal csökken a károsanyag kibocsátás és a többihez kapcsolódó dolog. Az északi körút társasházaiban indult el a nyíregyházi távfőszolgáltatás elsőként 1966-ban. Az 55 éves évfordulót pénteken ünnepelte a szolgáltató cég. A mai napon egy kettős ünnepet tartunk. Az egyik az, hogy 1966. októberében indult a távfőszolgáltatás Nyíregyházán. Az immár 55 éves a távfőszolgáltatás. Ezekben a napokban, októberben, 66-ban az északi körúttal kezdődött a történet, majd aztán 20 éven keresztül 4-5 éves terv, 4 darab 5 éves terv keretében 1986-ig panel technológiával épült lakások kb. 16 ezer darabra nőttek. A másik, amit ünneplünk, az pedig a távfőszolgáltatás napja, amit körülbelül 8 évvel ezelőtt a szakmai szövetségünk hozott létre, és hát az idén párosult ezzel az erőművek éjszakája. Mi korábban áprilisban tartottuk ezt az évfordulót, illetve ezt a napot, de az idéntől kezdve október első hetében tartjuk, illetve a mai napon, amikor is a Veolia erőművével, aki Nyíregyházán a hőtermelést végzi, közösen rendezzük meg ezt a rendezvényt. Mára 16 ezer nyíregyházi lakásban fűt a nyírtávhő. A szolgáltató cég a városi energiaellátás meghatározó szereplőjévé vált. Piaci részesedése eléri az 50%-ot. Tulajdonképpen a KFT megvalósítja azt a szlogent, már közhelyszerű szlogent, hogy melyik a jó energia. Hát az, amit nem használunk fel. Melyik a még jobb, amit meg se termelünk. És azt gondolom, hogy a KFT, mondhatom, az elmúlt 55 évben, de az elmúlt évekre, amikor közvetlen rálátásom van a működésükre, és ismerem azt, hogy mit csinálnak, anélkül, hogy mondaná ezt a célkitűzést, megvalósítja azt, hiszen minden beruházásra, ami az elmúlt években közel 2 milliárd forint, jól mondom, igazgató úr, az azt szolgálta, hogy lehetőleg ne használjunk fel energiát, minél keveset használjunk fel, amit pedig felhasználunk, az környezetbarát módon legyen megtermelve, ebbe partnere az erőmű, aki ugye a villamos áramot is szolgáltat kisebb részben, de ez egyfajta hulladékhőből keletkezik, mert az alapszolgáltása mégiscsak a táphő ellátása a lakásokba, az ipari üzemekbe és a közületekbe. A távhő előállításában a nyíregyházi erőmű a partnere a nyírtávhőnek. Pénteken késő este az erőművek éjszakája alkalmával az előzetesen regisztráltak is megtekinthették a létesítményt.